hanganyagunk volt, ez alapján választottunk. Most itt viszont élőben kell bemutatni. Tehát lehetett volna nagy meglepetés, hogy valójában nem is tudják ezt csak a stúdióban. De hát erről itt szó nincs. Az önszínész meg a híres showman bagatelizál a nép nevében, de ahogy mondaná, egy szögedi szellem. Autókkal az ember ellen. Mert ami nem öl meg, az erőség. 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 Tök ügyesek a zenekarok. Szerintem mindenki nagyon-nagyon összeszedte magát. Csak egyszer voltam a portinál a héten. Egyszer az hívóban voltunk, mint héken. Egyszer voltam igazán részek, hogy már nem embernek néztek. Na gyere! A jövő héten mégis újra kezdeném az egész. Jó volt a közönség, jó visszajelzéseket kaptunk a zsűritől, úgyhogy eszméletlen jól éreztük magunkat, és nagyon jól sikerült az előadásunk is. Többsége az már azt is kitalálta, hogy hogy mozog a színpadon, és szóval ilyenfajta keresetlen tanácsokkal nem kellett őket nagyon ellátni. Maximum olyasmit kellett nekik mondani, hogy ez az, ebből még többet. Úgyhogy én nagyon jól szórakozom, hogy kellemes vasárnapi zenehallgatás, ez egyáltalán nem munka. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon megtisztelve éreztük magunkat, mert minden évben jelentkeztünk, és ebben az évben már nem is tudtuk, hogy mikor fogják kiírni a neveket, és csak szóltak, hogy haver, bejutottatok, és így micsoda, és nekünk ez nagyon nagy szó volt. Melyik zenekar jutott be a döntőbe a közönség szavazatok alapján? Nem más, mint a Ranover Dogs. Köszönöm. Úgy érzem, hogy teljesen jó bulit tudtunk csinálni, és örülök annak, hogy ezt ők is érezték, meg leginkább azok a csávok, akik itt voltak. Aki a döntőbe jut, most már biztos, és nagyon is gratulálunk neki, igen, nehéz volt ezt. Elizan! Mindenki megvan a véleménye, akinek megvan a véleménye róla. Jobban van egy ercigi, valóban egy citromos sör, ölemben a kuminőmmel a végét várom szótlan. Jó dolog 10 együttes közül a saját nevünket hallani. Csak így először nem esett le, hogy az Edison az mi vagyunk, nekem legalábbis.